szeretettel köszöntjük a kedves vendégeket. A Napsugár Nyugdíjas Klub, a Márkusica Hagyományőrző Nóta és Népdal Egyesület és a Fürdő nevében. Ez a 10. nagy-nagy rendezvényünk. Szerettük volna, hogy nagyon-nagyon jó időnk legyen. Remélhetőleg déltől mindenki azt mondja, hogy fog sütni a nap. De azért fázni nem fázunk most sem, úgy gondolom. Meg a sok-sok táncika, a sok-sok szereplés, a jelenet mind-mind felmelegíti a vendégeket. Tehát remélem, hogy még a többiek is ide jönnek, ide találnak. És akkor felkérem Karcagváros polgármesterét, hogy jöjjön és köszöntse a kedves vendégeket. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a mai jubileumi rendezvényen, és ahogy itt hallgattam Mica nénit, ugye én még emlékszem a tavalyi megnyitóra, amikor olyan meleg volt, hogy attól féltünk, hogy napszúrást fogunk kapni azok, akik a sátran kívül vannak, és akkor azt kívántuk, hogy egy kicsit jó lenne, hogyha hűvösebb lenne, megtörtént, ugye most egy kicsit hűvösebb van, de én biztos vagyok abban, hogy ha elindul a műsor itt a színpadon, és felcsendülnek azok a szép dalok, nóták, akkor a nap is ki fog ragyogni, mint ahogy majd az arcok is itt folyamatosan napközben. Én nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan elfogadták újra a szervezők, rendezők felkérését, és részt vesznek ezen a mai, illetve a holnapi kétnapos rendezvényen. Bízom abban, hogy mindenki jól fogja érezni magát, és olyan dalokat fog hallani, ami kedvére való, és nem csak a színpadon állók fognak majd énekelni, hanem mindenki, aki a fürdőbe bejön, mert ennek a két napnak nem az a lényege, hogy a színpadi fellépők, a színpadon fellépők jól érezzék magukat, nyilván az is, hanem az, hogy közösségbe legyünk, közösségbe legyenek, együtt szórakozzanak, és érezzék jól magukat, akik eljönnek erre a mai, illetve a holnapi rendezvényre is. A meleg víz az már adott, és ahogy jól látom, néhányan elfoglalták már a nézőtérként is a meleg vizet. Kívánom mindenkinek, hogy próbálja ki ezt a nagyon jó gyógyvizet, és élvezze ennek minden hatását, mint ahogy ennek a rendezvénynek is minden hatását. Köszönöm szépen a szervezőknek, rendezőknek, hogy újra álltak rendelkezésre, és megszervezték ezt a gyönyörű programot, úgyhogy jó szórakozást kívánok mindenkinek. Ezennel megnyitom a műsort, és gondolom, nagyon-nagyon sok helyen így szokás, így láttuk, hogy a helyi népdalkör köszöntötte a vendégeket, tehát én kérem szépen a mi Nóta és Nép, gyertek Népdal és Nóta Egyesület tagjait a színpadra.